Háromszorosára nőtt az egynapos beavatkozások száma az elmúlt években. Ez dr. Horváth Zsolt, a Bács-Kiskun megyei kórház orvosigazgatója közölte a Kecskeméti televízióval. Ennek egyik oka a közelmúltban történt jogszabályváltozás, mely kiterjesztette az egynapos sebészeti ellátás körét, illetve lehetővé tette azt, hogy egy bizonyos teljesítmény felett mentes legyen a finanszírozás. A sebészet mellett a szemészet, a készsebészet, a traumatológia, az ortopédia, a fülorgégészet, a nőgyógyászat és az urológia területein zajlik egynapos sebészeti jellegű ellátás. Ez a típusú ellátás azt jelenti, hogy bizonyos kis megterheléssel járó műtétek esetén meghatározott feltételek mellett az osztályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a betegeik a befekvéstől számított 24 órán belül hazamenjenek, így a lábadozásra a megszokott kényelmesebb otthoni környezetben kerülhet sor. Jelenleg egy efopos pályázat során egy új egynapos sebészeti épület kialakítására nyílik lehetősége a kórháznak. Ennek célja az aktív fekvőbeteg ellátási forma kiváltása, az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével.